Sziasztok, üdvözlök titeket egy újabb videóban. Nem máshonnan, mint Dunaversányból. Itt megyünk a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a vágánya mellett. Gondoltam, hogy korábban elindítom a videót. A megállóhelyhez igyekszem. Meg szeretném nektek örökíteni a felújítás pillanatait, hogy éppen milyen fázisban van a felújítás. Láthatjátok, hogy itt Dunaversányban már originál új vágányon közlekedik a különböző anyagolós vonatok. Ez már nem a régi, hanem ez már egy új vágány. És a második vágány az itt lesz, ahol én éppen autóval megyek. Ki vannak itt is helyezve a felsővezetéktartó oszlopok. Szépen haladnak a munkálatokkal. Gondoltam, hogy ne csak olyan kis rövidke kis videó legyen, hogy levideózom ott a megállóhely körüli részeket, hanem egy ilyen kis autókázós résszel indítom, hogy itt megyek a vágányok mellett felújítást megörökítve. Ja, itt vagyunk már Dunaversányon belül. Itt van az egyik útátjáró. Figyelek. Felmegyünk, csak eléggé buckás, oda kell figyelnem, mert alacsony felépítésű az autó, és könnyen oda lehet verni az alját, hogyha nem figyel az ember. Már volt is rá precedens videó felvételek közben, hogy oda vertem a Passat célnak az alját, és akkor ti is írtátok, hogy jaj, vigyázz rá. Hát, megpróbálok rá vigyázni, de hát van, hogy nem jön össze. Láthatjátok, hogy szépen ki van építve az új vágány, és ahol megyek, az lesz majd a másik vágánynak a helye. És ha minden igaz, akkor itt a nagy átjáró az át is van helyezve. Arrébb lett rakva a felújítás véget. Kimegyek, és akkor megyek az állomásra. Na és itt vagyok már a megállóhely mellett. Újra bekapcsoltam a kamerát. Így fest, kívülről. Itt van a volánnak a megállója. Itt van állomásépület. És akkor ide a P+R parkolóba parkolunk be. Nézzetek oda, micsoda volánbuszok vannak itt. Itt van a új Grédó csuklós is. Itt állnak. Itt van egy Volvo is. Jó van. Visszatolatok az elejéhez. Na hát, itt vagyunk a megállóhelynél. Láthatjátok, hogy a régi vágány az elbontásra került, és itt pár fa is a felújításnak az áldozatává vált. Sajnos kivágták őket, útba volt a második vágánynak. Abba az irányba van Délegyháza állomás.
és ott van az Ikarus, amit már többször emlegettem, ott a telephelyen belül. És abban az irányban van Taksony állomás. És lássuk meg, hogy mik történtek. Át van helyezve a közúti átjáró, felújítás véget. Át lett rakva. Ilyen műanyag terelő elemekkel van ellátva útnak a széle, hogy merre kanyarodjon a ember. Láthatjátok, hogy itt is megvannak már felsőzeték tartó oszlopok, új vágányon közlekednek az anyagolós vonatok, szóval vannak fejlődése. Itt meg vannak még a régi világító lámpatestek, itt ki vannak dobálva a különböző felsőzeték tartó oszlopnak a betona eleme, a csonkia, és így néz ki a Dunavarsányi állomásépület. Be van rácsozva. Hirdetménytartó. Hát és így haladnak itt a munkálatokkal. Gondolom itt is új peron lesz, minden új lesz. Lehet, hogy ide is csinálnak aluljárót, nem tudom, hogy itt hogy lesz megoldva a peronoknak a átjárása. Mert láttátok Harasztin is, illetve Taksonyban is aluljárós rendszer lesz. Gondolom itt is az lesz. Majd idővel ki fog derülni minden. Majd időnként jövök és megörökítem a fejleményeket. Hát ennyi lett volna ez a videó. Többet nem tudok belőle kihozni. Láthatjátok, hogy végig megvan már egészen Délegyházáig a második vágánynak a helye. Szépen alakul, kristályosodik a vonalvezetés, hogy éppen hol melyik oldalt lesz a második vágány. Hát remélem, hogy tetszett ez a videó. Tudjátok, hogyha képanyagok érdekelnek az adott videókról, akkor Herra Fanatik Facebook csoportra klikkeljetek. Ha nem vagy még feliratkozó, akkor kérlek iratkozz fel, hogy minél előbb megjön a 3000 feliratkozom. És tudjátok, hogyha költöztetés, akkor Herbák is van és fia. És találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Mindenkit üdvözlök innen Dunavarsányból. Herbák László Erik, Herla voltam. És az állomás épület. Sziasztok!